Ez a Civil Kurázs idei első száma, köszöntöm Önöket! Rekordszámú, összesen 38 pályázat érkezett a 2016-os Kantarosz gálára. A győri filharmonikusok és a város 7 civil szervezete 7. alkalommal rendezi meg jótékonysági estjét az ország neves borászainak közreműködésével. Az idén, március 31-én a szekszárdi, a hajósbajai, a kunsági, a tokai, a soproni és a felvidéki garammenti borvidék képviselői ajánlották fel árverésre a kincseiket. A 2015-ös gála nyerteseinek örömével vetekszik a borászok lelkesedése és felelősségérzete. A Felvidéken, Botfrigyes pincéjében, aki szintén jelöltje a 2016-os borászok borászadíjnak, a családról, régióról, a hazáról hallhatunk borkóstolás közben. A politikai határon ide esett részét a borvidéknek újra kell fogalmaznunk, mert hivatalosan Dél-Szlovákia borvidék, de úgy gondolom, hogy abban sok minden van. De ha konkrétan a területi terroir egy francia szó, de ha a helyi adottságokat veszük figyelembe, és ami úgy gondoljuk, hogy tényleg kiemelkedő, az a garamenti hátság, és az gyakorlatilag Kürtől Garamkövesden át Helenbáig, az nagyon 40-50 kilométerről beszélünk itt, egy vulkanikus andezit alapú vulkán az alapkőzet, és mézben gazdag déli kitettségű dűlőkről van elsősorban szó, ahol úgy gondoljuk, hogy Európa szinten is kiemelkedő. Tehát nincs legjobb, nincs legszebb, de azért kategóriák vannak, és ezek az adottságok biztos, hogy Európa prémium borvidékeihez tartoznak, és a mi felelősségünk, hogy ha ez az adottság megvan, ebből minél előbb borokkal hitelesítjük, amit most kijelentettünk, mert ez akkor válik hitelessé, ha borokat majd egyre több olyan bor fog születni, amik méltán megállják a helyüket, akár a legjobb francia vagy német borok mellett. A botpincében nincsenek olcsó borok, csak különlegesek, világviszonylatban értékesek. A legfontosabb közösség, és hát ott kezdődik, amit szétvertek előző rendszerben, valószínűleg tudatosan, és azt kell újraépítenünk. Tehát a legfontosabb, de a legerősebb közösség a család, és ha a családokban rend lesz, és a több generáció megtanul együtt gondolkodni, akkor lehet majd a falvakba is újra, hogy együtt tudjon egy falu gondolkodni, és közös célokat kitűzni maga elé, és ha a falvakban rend van, akkor tudunk majd a borvidékre begondolkodni, hogy közös arculattal, amiben érdekesek lehetünk a világ számára. Tehát megtalálni azokat a közös pontokat, fajtákat, aminek van hagyománya, és ami érdekes lehet. De még egyszer a legfontosabb, hogy a családnál kezdjük. És azt, hogy látni a gyerekeknek azt a modellt, hogy ahogy a nagypapa Jazzászba egy bot nevezetű bot férjezni, hogy ő már csak kint nézeget a teraszon, de aktívan ott van. Apa, aki most viszi a terhet a válni, de ott van a mellette a 18-20 éves fiú, aki meg tanul bele. Tehát ezt így látni együtt, azt hiszem, hogy ez a példaértékű, mert csak akkor van értelme szőlőt művelni, bort készíteni, ha ez több generációs. És a több generációs nem csak azt jelenti, hogy édesapám is, nagypapa is készített bort saját részére, hanem több generáció számára megélhetés biztosít a szőlőművelés és borkészítés, mert ez nagy különbség, hogy hobbiból pár hektót készítünk, mert van rá adottság, vagy pedig az embereknek példát mutatunk, hogy ez megélhetés. És akkor nem kell Londonba menni, talán babysitterkedni, hanem abból tudunk majd élni, amire adottságaink vannak, már pedig ilyen borvidék, mint a miénk is, az nem hiszem, hogy 7-8 borászatról kéne ott szóljon, meg pár vendégházról, hanem sok-sok száz családnak a megélhetését kéne, hogy biztosítsa.
kellenek nagy pincészetek, ahol mennyiség tud születni, és amin keresztül meg lehet szeretni a bort, és tehát az nagyon fontos, hogy minden borvidéken, Franciaországban is vannak a szövetkezetek, akik fővásárolják a kistermelőktől, és elkészítik a jó árértékarányú, tisztességes, nagyon finom gyümölcsös borokat. Aztán, ha egyedi bort szeretnénk készíteni, ami a presztízsét emeli a borvidéknek, ott viszont úgy gondolom, hogy hát eleve a szőlő, a művelés a legfontosabb, és amerre jártunk és tapasztaltuk, hogy ez a biodinamika, ez egy életmód, tehát gyakorlatilag az több generációs tudás és tapasztalásnak a végeredménye, de javarészt, és nem marketing eszköz, de biodinamikusan művelik a szőlő, tehát minimális beavatkozással, ami sok-sok munka, tehát ez egy hosszú folyamat a biodinamika. Nekünk egy tanácsadónk van Ausztriából, aki segít, mert még ez a tapasztalás 10 év alatt azért nem adatott meg, tehát valószínűleg majd a fiunk a saját lábára, tehát amikor már neki meg lehet az a tudása, hogy önállóan is ezt tudja így művelni. De például az, hogy a szőlőben gyógynövények, milyen agynövényzetet vetünk, hogy milyen teákkal permetezünk, milyen preparátumokkal, az nagyon fontos, hogy egyedi maradjon a szőlő, és ne kelljen sok fölszívódó vagy fölszívódó vegyszereket használni, gyomírtószereket vagy rólelőszereket. Az egyik része, hogy a szőlőből minél több olyan gyümölcsöt tudjunk születelni, ami minél tisztább ízű. És ezt a gyümölcsöt egy jó születidőponttal, és nagyon sok mozzanat van a szőlőben, mert a végeredmény, hogy milyen gyümölcsöt születelünk, az talán egy műsor kevés rá, de tapasztaljuk, hogy sok-sok apró mozzanat végeredménye, hogy milyen gyümölcsöt hozunk ide a pincénkbe. Utána pedig a feladatunk az, hogy ebből a gyümölcsből mindig kevesebbet vegyünk el, vagy roncsunk el. Nyugodjék, de egyik legjobb barátomot, Busai László fogalmazta meg, aztán a legszebben Csörnyeföldén, hogy mi itt a pincében bábasszonyok vagyunk, vigyázunk a újbor születésénél, de ha be kell avatkozni, akkor úgy is baj van. De azért ez a bábasszonkodás, ez nem olyan egyszerű, azért ahhoz itt ugyanúgy sok apró mozzanattal tudunk rontani. Tehát javítani már nem tudunk, csak rontani, és hát azok mindig kevesebbet roncsunk az a gyümölcsön. Ehhez kell egy tapasztalás, hogy mondjuk mi egész fürtöket préselünk, mert azt tapasztaltuk, hogy akkor a legkíméletesebb a préselés. Utána, hogy mennyire ülepítjük a mustot, ha használunk faélesztőket, enzimeket, akkor mennyire ülepítjük a mustot, hogy mennyire legyen gyümölcsös. Ha túlülepítjük, akkor gyümölcsösebb és nem annyira ízgazdag. Ha nem ülepítjük eléggé, akkor pedig nem annyira elegáns. Tehát itt azért ez egy játék, a mustülepítés. Utána, hogy milyen hordókat használunk, hogy ez a hordó ne telepedjen rá a mustra, vagy a bor születendő borra, de viszont az a hordó is tud sokat hozzátenni, és az a mikrooxidáció, ez a bor él, ahogy erjed is, és utána is, azt úgy gondoljuk, hogy fontos. Tehát az, akkor mikor fejtjük le, átkóstoljuk minden hordót erjedés után, és ha úgy érezzük, hogy tiszta az illat, tehát teljesen nem zárt, akkor nem bántjuk, akkor egész végig finom seprőn tartjuk, és csak mikor palackozás előtt kerülnek ki a borok a hordóból, és egy ásvány, egy bentonittal derítünk, tehát ez az összes beavatkozás. Azért a pincébe is sok-sok minden el lehet azon a bizonyos gyümölcsön rontani, de hát igyekszünk folyamatosan nyitottnak lenni és tanulni, mert ha hiszik, hogy eleget tudunk, akkor már nincs fejlődés, akkor nem tanulunk. Hát ez egy olyan szakma, amit egy ember öltő is kevés ahhoz, hogy hátradőljünk, és akkor azt mondjuk, hogy na, mi tudjuk a tutit, és akkor itt megvan a recept, ha nincs. Tehát csak tapasztalunk, amit kapunk a teremtőtől üzeneteket, azt próbálj meg rendszerezni, és hogy kinek mekkora adottsága van ahhoz, hogy mennyit ért meg a üzenetekből, amit kapunk a gyümölcsből, vagy a borok is, minden bor üzen. Hogy ebből mennyit értelmezünk, mennyit tudunk megérteni, ez talán a mindenkori felkészültségünkön és alázatunkon múlik.